Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Farkasok, a Gyöngyösi TV hetente jelentkező kézilabda magazinja. A Hedo B. Braun Gyöngyös csapata a Balatonfüredi KSE ellen készül, vasárnap látják majd vendégül a Balaton partiakat a Dr. Fejes András Sport és Rendezvény csarnokban. A válogatott szünet után ugye az elmúlt hétvégén nem rendeztek bajnoki fordulót a KNTH ligában, így most elsősorban az eltelt időszakban elvégzett munkáról és a Füred elleni felkészülésről fogunk majd beszélgetni. Bíró Balázzsal, a Hedo B. Braun Gyöngyös vezetőedzőjével, szervusz, köszöntelek. Szervusz Tamás, én is köszöntöm a nézőket. Kellett nélkülözned játékosokat a felkészülés során a válogatott béli elfoglaltságaik miatt. Ugye Martin Potiszkot pont láthattuk is a magyar válogatott ellen, Gáspár Zsomborék egy fantasztikus tornagyőzelmet arattak Párizsban, de Nagy Ádám és Edwards Oliver sem volt itt. Hogyan telt a munka, amiről az elmúlt héten beszélgettünk, hogy azt a célt is szolgálná, hogy egy kicsit sikerüljön rendezni a sorokat a sok-sok sérülés után? Hogyan tudtatok dolgozni, hogyan használtátok ki, hogyan sikerült ki használni a válogatott szünetet? A körülményekhez képest nyilván megpróbáltunk dolgozni. Nyilván ennek a négy játékosnak a helyzete, a válogatott behívója az nyilván mindannyiunkat nagy büszkeséggel töltött el, különösen a nem megkülönböztetve őket, de nyilván a Zsombolyé az nagyon jó hír volt, hogy azért neki ez az első és nyilván mérföldkő az életében. A többiekkel nyilván próbáltunk dolgozni, de hát azért az a tisztában kell lenni, ugye, hogy a Dobisanyi meg a Jaros Olivér már tudjuk, hogy hosszú időre kiesett. A Hegedűs Márka az előző mérkőzésen összeszedt sérülése miatt nem tud edzeni velünk. A Bodor Márk válla az nem egészséges, és ő szteroidos kezelést kapott rá a hét elején, úgyhogy ő nem edzett egész héten. Tehát gyakorlatilag nyilván a Kovács Geri és a Séfer Zsolti próbálnak visszajönni, de kényesen ügyelünk rá, hogy nagyobb probléma ne legyen. Tehát azért azt látni kell, hogy elég fokhíjas a keret. Tehát azt nem lehet olyan munkát végezni, amit szerettünk volna. Tehát ha csak abba gondolok bele, hogy mondjuk a védekezés kapcsán a 4-3-as védőnk közül, az 5-3-as védőnk közül csak ugye a Jóga Norbi volt egyedül edzésen, tehát gyakorlatilag ilyen jellegű problémákkal küzdünk, és akkor ezek után nekünk bele kell menni majd egy Balatonfüred mérkőzésbe, amit meg kellene nyerni. Nagyon nehéz. Tehát itt tényleg nagyon nehéz előre felemenni, sőt, még a szinten tartás is borzasztó nehéz, de nyilván nem szeretek ilyenek dolgokba belekapaszkodni, de ez egyszerűen ez a realitás, tehát nem tudunk elmenni mellette szó nélkül. Nyilván a héten próbáltuk ugyanazt a heti ritmust tartani, mint egy normál bajnoki héten. Nagyon nem volt szükségünk arra, hogy egy edzőmérkőzést leszervezünk, mert nem lett volna kivel lejátszani. Mármint, hogy a saját kereteinken belül kifacsartuk volna őket még jobban. Volt egy kis csapatösszetartás is nyilván azokkal az emberekkel, akik ugye itthon maradtak, és próbáltunk egy kicsit kikapcsolni azzal kapcsolatban, hogy ne a kézilabdával foglalkozunk, de megmondom őszintén, hogy tényleg ami a hetet, magát a szakmai munkát illeti, messze nem lehetett azt a munkát elvégezni, amire, hogyha teljes kerettel itt vagyunk, mondjuk persze most mondanám, hogy ideális esetben válogatottak nélkül, de ettől függetlenül az ideális esetnek tovább is örülök, hogy vannak ilyen szintű játékosaink, de ha mondjuk egy teljes kerettel tudtunk volna egy hetet dolgozni, mert ránk fért volna, mert van mit javítani, akkor igen, de így, hogy heten dolgoztak, meg három kapus, így azért nehéz, meg így tényleg csak rész dolgokat lehetett csinálni. A Balatonfüred tehát a következő ellenfél. Hogyan készülünk ellenük? Mire számítasz majd a vasárnapi mérkőzésen? Ugye a Balatonfürednek volt hétközben egy kupa meccse a Komló ellen, ahol egy félidei vezetés után végül 2 gólos vereséget szenvedett. Ebből a mérkőzésből lehet-e kiindulni az eddigi bajnoki alapján készülünk? Hogyan próbáljuk kielemezni a fürediek várható játékát? Azáltal, hogy volt egy kicsit több idő, nyilván temérdek mennyiségű információ nyilván rendelkezés áll olyan értelemben, hogy az előző alapesetben 3 bajnoki mérkőzésből készülök egy ellenfélre, most az idő lehetővé tette, hogy megnézzünk 4-et, vagy megnézek 4-et. Nyilván látszanak a tendenciák, látszanak a metódusok, az alapjátékaik, mit szeretnének, kit, hol használnak, és ezek normális használható mérkőzések voltak, tehát egy Tatabánya elleni idegenbeli X, egy Ferencváros elleni szoros mérkőzés idegenben, otthon egy Komló meg egy Dabas elleni találkozó, illetve hát nyilván a Komló elleni kupa mérkőzés is
idejébe felkerült az internet, tehát még ha csütörtökön nem is, de pénteken már tudunk belőle dolgozni. Úgyhogy az információ megvan a játékosokról, gyakorlatilag minden olyat tudunk, ami a szemünk előtt zajlik, és amit lehet látni, abból minden információt leszűrünk. Itt a nagyobb probléma továbbra is a mi helyzetünk. Tehát nyilván mondom még, az a létszám, amivel dolgozunk, meg az egészségügyi állapot, amivel rendelkezésre áll most a csapat. Nehéz, nem tudom, valami, tényleg nem akarom elviccelni, meg nem akarok ilyen banális dolgokat mondani, de tényleg, mintha most valami rontás lenne a társágon, mert olyan jellegű dolgok történnek, hogy edzésen is egyikük rálép a másik lábára, akkor ki kell állnia, mert lefordul a bokája, és akkor bízunk benne, hogy délutánra azért nem lesz nagy baj, de akkor ott ki kell szállni edzésen. Másik ójuknak kondi edzésen ugye meghúzta a derekát, és akkor neki kell kihagyni egy napot. Szóval ezek olyan dolgok, hogy nem attól, hogy új a feladat, vagy nem attól, hogy ne tudnánk megcsinálni, egyszerűen ez most egy ilyen időszak is, és borzasztóan behatárolja a munkát, amivel tudunk dolgozni. Nagyon borzasztó kétséges mai nap is, hogy a Hegedűs meg tud-e játszani a Balatonfüred ellen. Továbbra is akkor ott leszünk, hogy egybeálló vagy, tehát a Gáspár Zsombi segítségével ugye lesznek ketten. Tényleg azt fogom mondani, hogy nyilván meg fogunk küzdeni, meg fogjuk próbálni megni. Ha nyerünk, az egy hatalmas dolog lesz, mert ez egy komplett Füred, ezt látni kell, hogy csak a Szeged, a Veszprém és a Ferencváros verte meg őket, Tatabánya is döntetlent játszottak, tehát gyakorlatilag azon kívül megvertek mindenkit. Itt most a kupa mérkőzésen 20-16-ra vezettek, onnan lett egy 10 perc alatt egy 7-0-át csinált a Komló, de ez is, ott is inkább a technikai hibák jöttek elő, mert ez a 7-0 széria alatt egy védése volt a Komlónak, tehát nem az volt, hogy mindent megfogtak, hanem technikai hibákat követett el a Balatonfüred. Tehát hogy gyakorlatilag itt is 40 percig, 45 percig egy X-es meccs volt, nyilván megküzdöttek, megharcoltak. Nem sikerült a továbbjutás, de mondom, a komplett keretük miatt, illetve a múlt hétvége bajnoki forduló mentessége miatt nem gondolom, hogy a fáradtságukra kell alapoznunk. Nagyon-nagyon nehéz meccs lesz, tehát tényleg lehet, hogy emberek olyan pozícióba fognak játszani, ami váratlan, vagy olyan helyen fognak védekezni, ami váratlan, de továbbra is azt tudom mondani, amit a Dabas mérkőzésen is láthatott a közönség, hogy feladni nem fogjuk, hogy minden egyes négyzetcentért meg fogunk küzdeni, minden másodperce, és tényleg addig, amíg a lábuk viszi a srácokat, mindent meg fognak tenni. Nagyon jó lenne, hogyha ez az időszak elmúlna, mert ezt megélni sem könnyű. Biztos, hogy kívülről nézni sem, meg azokat az elvárásokat, amiket velünk kapcsolatban más is támaszt, meg amit a szurkolók is elvárnak, mindenki elérheti, hogy a hétköznapi munkában, ez, meg ott mérkőzésen is, ez náluk jobban csak minket zavar, vagy mi érezzük magunkat rosszul, de egyszerűen most jelenleg ilyen időszakot élünk, ezt túl kell élni, és majd megerősödve kijönni belőle. Ugyanakkor a csapat a küzdő szelleméről sokszor tett már tanúbizonyságot, biztos, hogy most is mindent meg fognak majd tenni. Hazai pályán játszunk saját közönségünk előtt, és ráadásul egy győzelem lélektanilag is nagyon sokat lendíthetne a csapat játékán. Szóval vannak-e olyan kapaszkodók, amikbe akár mentálisan tudnak a játékosok, azok, akik még harc képesek, és kimennek majd a pályára küzdeni, tudnak kapaszkodni? Persze, meg azért, hogyha csak puszta matematikát nézzük, és az elmúlt évek bajnokságait, akkor ott is megbeszéltük a fiúkkal, és tényleg elmondtam, hogy na, persze nem itt terveztük az évelét, ez tény, tehát ez egyértelmű. De hogyha most azt mondom, hogy 4 pontunk van, és a hátralévő 5 meccsből nyilván, amikor ezt megfogalmaztuk, azt mondtuk, hogy 4-et lehetne hozni, mert egy Füred elleni hazai győzelem az elmúlt évek alapján nem lenne egy hihetetlen meglepetés, meg látva ennek a bajnokságnak az eredményeit, szerintem erre már annyira fel se kapnák az emberek a fejüket. Ha hazai pályán lesz még nyilván egy Budakalász meccsünk, rangadó, hiszen majdnem minden meccs ebben a bajnokságban rangadó, de nyilván van esélyünk nyerni. Illetve van egy Neka meg egy Eger elleni idegenbeli meccs, amire azt mondom, hogy a céljaink eléréséhez ezeket hozni kellene, nem vagyunk a legerősebbek nyilván idegenben, de hozni kellene. És van egy Ferencváros elleni idegenbeli találkozó nyilván, de arra mondtam, hogy ha ebből 7-8 pontot ebből a 10-ből össze tudnánk szedni, akkor 11-12-vel tudnánk elmenni télre. És azért azt arra, csak az összehasonlításképpen mondanám azt, hogy tavaly 11 pontunk volt akkor, amikor elmentünk a téli szünetre, és a csurgói végjátékban 2 percre voltunk attól, hogy az ötödikek legyünk. Tehát ebben a bajnokságban, és úgy, hogy tavaly a második fél évünk volt sérülésekkel teli, és ha most lenne egy kis szerencsénk, akkor második fél évünk lenne
reményeim szerint az egészségesebb fél év, mert ennyi probléma, meg ilyen úgymond nonsense dolgok, tehát azért nyilván mondom, 30 évig kézabdáztam, benne élek már edzőként is egy pár éve, nagyon kevés ilyet láttam a saját pályafutásomban is, hogy ez ilyen tömegével jön, és sokszor ilyen hihetetlen dolgok, mert hogyha tényleg azt tudom mondani, hogyha valakit zicserbe tényleg átgázolnak rajta, elütik, kitépik a vállát, arra azt mondom, hogy igen, de nekünk olyan jellegű sérüléseink vannak, ami tényleg nem akarom azt mondani, hogy vicc kategória, de tényleg egy nonsense dolgok történnek sokszor, tehát az ember így hihetetlen felkapja a fejét, hogy ilyen körülmények között hogy tud valaki megsérülni. De mondom, ez egy pech széria, ezt egyszerűen el kell fogadni, bármilyen nehéz is. De elmondtam a fiúknak is azt, hogy nem, tehát két lehetőség van. Az egyik az az, hogy elkezdünk keseregni, és azt csináljuk, hogy szegény gyöngyös, szegény játékosok, és akkor mi eleve azt mondjuk, hogy hát a körülményekre hivatkozunk, vagy a B, hogy felállunk, és azt mondjuk, hogy mindezek ellenére mi megcsináljuk a dolgunkat, megharcolunk, megpróbálunk meccseket nyerni, és emelt fővel nyilván dolgozni, lejönni a pályáról, és azt mondani, hogy voltunk már ilyen nehéz helyzetben, leszünk is még, de ezt megoldjuk. Én mindig elmondtam nekik, hogy én a B-re szavazok, nyilvánvaló az én mentalitásomat vagy motivációmat tükrözi, és el is várom, hogy ők is ebben a felfogásban dolgozzanak. És nyilván nincs is ezzel probléma, mindenki ezt teszi, csak nagyon nehéz mindig így elkezdeni egy hetet minden hétfőt, hogy vagyunk egyek kevesebben, vagy hétközben történik valami, vagy amit kitaláltunk, azt nem tudjuk megcsinálni edzésen, mert mondjuk most másfél napig beálló nélkül kell dolgozunk edzésen, ami a mai kézabdában nonsense, tehát akár védekezés gyakorlás, támadás gyakorlás beálló nélkül nagyon nehéz. Ráadásul egy olyan csapat ellen, amelyiknek nagyon jó beállói lesznek, és amelyiknek elég beálló központú a játéka, nyilván ezt majd vasárnap látja mindenki. Nem egyszerű a helyzet. Tényleg nem egyszerű a helyzet. Tőlünk is folyamat valami kreatív megoldása van szükség a stábból, hogy egyáltalán tudjuk ezt áthidalni, hogy nem mindig ugyanazok a gyakorlatok jöjjenek vissza, mert egyszerűen látványosan kevesen vagyunk. A helyzet tehát nem könnyű. Mi mégis bízunk abban, hogy vasárnap két pontnak örülhetünk majd hazai pályán a Balatonfüred ellen, amihez nagyon sok sikert és kitartást kívánunk a csapatnak. Nagyon szépen köszönjük. Egy hét múlva pedig várunk majd vissza a stúdióba. Köszönöm, hogy itt köszönöm én is. Önök pedig még maradjanak velünk, hiszen ahogy szoktuk, most is utánpótlással folytatjuk majd kézilabda magazinunkat pillanatokon belül. És ahogy szoktuk, Farkasok című kézilabda magazinunkat most is utánpótlás eredményekkel zárjuk majd. Itt a stúdióban Nagyhajdú Benyámint, az U12-es lánycsapat edzőjét köszönhetem. Szervusz! Szia! Üdvözlök én is mindenkit! És mivel ebben a szezonban még nem beszélgettünk a lányok teljesítményéről, kezdjük az elejéről, hogyan telt és kezdődött, aztán ért véget az alapozás, hogy kezdtétek a munkát, mennyire változott a csapat összetétele az előző évhez képest? A felkészülést igazából az augusztus második felében kezdtük, mivel a idei versenykiírásban úgy jött ki a bajnoki rendszer, hogy október második felében kezdődött meg az U12-es bajnoki fordulók sora, amit igazából edzőmérkőzések előztek meg, pont emiatt a két hónapos szünet miatt, amire nagy időt tudtunk fordítani az új csapatnak a kialakítására, az újonnan jövőknek felhozására, arra az alapszintre, mert tudni kell, hogy a tavalyi szezont úgy kezdtük, hogy előtte májusban tartottunk egy toborzót, és 25 fővel kezdtük el a munkát. Itt évközben csatlakoztak a környékbeli iskolákból még hozzánk kislányok, mert azt tudni kell, hogy a toborzóra azokat hívtuk, akik a szivacs kézilabdában már jelen voltak, viszont a jó visszhangok alapján többen kedvet kaptak, nagy örömünkre, és őket próbáltuk felzárkóztatni arra a szintre, amit így 10-11 évesen illik tudni a kézilabdáról, és azután tudtuk szépen bevonni őket a közös edzésekbe, amikor csatlakozhattak a többiekhez, akár összetett feladatokban is. Ez tehát azt jelenti, hogy a csapat létszáma bővült is az előző évhez képest? Igen, bővült, ugyanis az U12-es korosztály az idei kiírásban a legfiatalabban versenyeztethető korosztály, így akik a szivacs kézilabdából kor alapján, születési év alapján kiöregedtek, ha lehet így mondani, ők csatlakoztak hozzánk, és így már 33 fővel dolgozunk együtt, amiben Majzik Henni kolléganő nagy segítségemre van, ugyanis
idén ő segít abban, hogy a később érkezőket, illetve fiatalabb játékosokat külön feladatokkal próbálja segíteni, ugyanis az U12-es bajnokságban két csapattal indultunk, és nekünk külön célunk ott az első csapatnak a úgymond fölényeinek kihasználása, és a kisebbeknek pedig a fizikális és akár edzésévekbeli különbség eltüntetése, ezért is szedtük külön őket korosztály alapján, és ez meg is látszódik a bajnokság során, hogy nekik még bele kell erősödniük ebbe a rendszerbe az erősebb csapatok ellen, és a továbbiakban, a következő években ők lesznek azok ebbe a korosztályba, akiknek meghatározó szerepet kell szánni. Ha jól értem, akkor mindezt azzal a céllal csináltátok, hogy játék lehetőséget tudjatok adni mindenkinek, annak is, aki mondjuk már az iskola eleje óta kézilabdázik, és kézilabdából már szerzett tapasztalatokat, de hát gondolom vannak olyanok is bőven, akik mondjuk 10-11-12 évesen döntenek úgy, hogy kipróbálnák a kézilabdát, ezek szerint akkor nekik sem kell a kispadon ülve végignézni a meccseket, az edzéseket. Pontosan, igen, ezt nagyon jól mondtad, ezt szerettem volna a következő mondatomban elmondani, hogy így két egyenlő létszámú csapattal állunk ki, és ugye a versenyeztetésben 14 főt lehet egy mérkőzésre benevezni, esetleges kevesebb létszám esetén, ott pedig a cseréknél kevesebb embert kell a kispadról felküldeni, és tudom úgy cserélgetni őket, hogy egy adott fordulón ugyanannyi játékidőhöz jusson minden egyes kislány, valamint az újonnan csatlakozók és a korosztályba a 10-11 évesek közé feljövő szivacs kézilabdások, vagy a gyorsan tanuló, de nemrég csatlakozók is megpróbálják az edzéseken elsajátított dolgokat a mérkőzésen felvinni a pályára. Csatlakozni tehát bármikor lehet, bármikor el lehet kezdeni ezt a gyönyörű sportágat gyakorolni. Említetted ugye, hogy október végén kezdődött a bajnokság a lányok számára. Hány fordulón vagytok túl, és eddig milyen eredményekkel szerepeltetek? Igen, két fordulón vagyunk túl. A nagyobb csapatunk egy vereség mellett 3 magabiztos győzelmet szerzett. A fiatalabbak, akiket az előbb említett versenybehozás, illetve az erőfelmérő miatt neveztünk be ezzel a kerettel, illetve a jövőre gondolva, ők sajnos eddig vereségeket szenvedtek, de nagyon szépen küzdenek, és úgy érzem, hogy a következő fordulóba meg fog törni a jég, ugyanis Gyöngyösen játszunk vasárnap a bemelegítő csarnokban. 8:30-tól a két csapatunk egymás ellen méretteti meg tudását, tehát a Gyöngyösi 1 és Gyöngyösi 2 8:30-tól a bemelegítő csarnokban, illetve 10 órától a kettes csapatunk, a Kazincbarcika kettes csapatával játszik, ugyanúgy fiatalok, és a bajnokság hasonló eredményekkel zárult az eddigi idők során nekik is. Valamint a nagyobb csapatunk pedig egy számomra úgy vélem, hogy kiegyensúlyozott jó mérkőzést fog játszani a délután folyamán 3 órától, mert ott pedig az egrieknek szintúgy az idősebb csapatát fogadjuk, és óriási csatára van kilátás. És lehet őket buzdítani is. Vasárnap délután ugye lesz egy NB1-es meccs a nagycsarnokban, a bemelegítő csarnokban pedig délelőttől akkor a fiatal lányoknak lehet szurkolni egy házi rangadón, és utána majd a többi mérkőzésen. A folytatás utána hogy alakul? Vannak-e ebben a korosztályban pontosan, exakt módon kitűzött célok, vagy inkább arra fektetitek a hangsúlyt, hogy mindenki minél több játék lehetőséghez jusson, és gyakorolhassa, mélyíthesse a tudását? Ebben a korosztályban nagyon fontosnak tartom a gyerekek megtartását. Amit úgy érzem, hogy amivel jó úton járunk, és sikeresek vagyunk ebben, ugyanis 28 fő az átlag edzés látogatottság, ugye a 33 gyerkőcből, azaz egy-egy hiányzás is esetleges betegség, vagy más szakkör, ami még ebben a korban teljesen megfér a másik sport mellett. Valamint a mostani idősebb csapatunknak fel kell erősödnie a következő évre, ugyanis a versenykiírás értelmében páros korosztályokat indítottak csak idéntől, így U12 után U14-be kell versenyezniük, ami egy nagy lépés lehet számukra,
de viszont az ottani csapatba úgy érzem, hogy jól be fognak tudni illeszkedni, és hogyha felveszik a versenyt, akkor helyt fognak tudni állni. A többieknek pedig jövőre lesz ez a főkorosztály, ők vannak nagyobb létszámban, úgyhogy én pozitívan állok elébe. Jövőre tehát, ha jól értem, ők lesznek majd a fiatalabbak a mezőnyben, az U14-es mezőnyben, erre kell felkészíteni őket. Ez a munka pedig már elkezdődik a szivacs korosztályban, amire szintén van rálátásod. Láttuk azt, hogy az idei első szivacs fesztivál rekord létszámmal zajlott. Hogyan dolgoznak a legkisebbek a szivacs kézilabdás korosztály? Igen, én pontosabban a Kálvária Parti Általános Iskoláról tudok beszélni, ugyanis ott tartjuk ezeket a szivacs kézilabda szakköröket, ahol ugyancsak nagy létszámban, évfolyamra bontva foglalkozunk velük. Az első évfolyamból 15 gyerkőc jött össze, a második évfolyamban pedig 28-an járnak rendszeresen edzésekre, és mivel az 5 szivacs kézilabda fesztivál adja az alapját az idei évüknek, ha lehet így nevezni versenyeztetés szempontjából, ezért kötelezővé tettük már amennyire lehet ebben a korban a jelenlétüket, és úgy gondolom, hogy mind az ebéd utáni, délutáni szakkörön, mind a szivacs kézilabda fesztiválokon a túlnyomó részt megjelennek, és nagyon ügyesek voltak most még ugye az elején csak játékos formában. Gratulálunk nekik, és akkor nekik is sok-sok sikert kívánunk, ahogy az U12-es lányoknak is. Ha már itt vagy a stúdióban, hadd használjam ki az alkalmat, hogy egy kicsit személyes kérdést is feltegyek, hiszen legutóbb, mikor nálunk jártál, akkor beszéltünk arról, hogy a kézilabda edzői pályafutás mellett komolyan foglalkozol a játékvezetői pályafutásod építésével is. Hol tartasz most ebben a folyamatban? Igen, akkor még az alapfokú játékvezetői vizsga elvégzése után beszélgettünk, most azóta 2 szezon lement, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetek a játékosi karrierem befejezte után, ugyanis most már másfél éve nem kézilabdázom, a gyöngyösi elfoglaltságai miatt, illetve a játékvezetői összeférhetetlenség miatt is, mégpedig pont ezért, mert ott is a hosszú távú céljaim közé azt állítottam föl, hogy szeretnék mindig előrébb lépkedni, ami most az első feltételnek megfelelt, 2 év megyei szintű játékvezetés után nyáron kaptam egy megkeresést, hogy számítanának rám MB-s kerettagként, ami pontosítva MB2-es kerettag néven szerepel, vagy fut. Ez körülfoglalja, magába foglalja az összes utánpótlást, tehát a serdülő és ifjúsági első másodosztálytól bezárólag az MB2-es felnőtt mezőnyig, női-férfi mezőnyig. Ki is próbáltad már magadat ebben a mezőnyben? Alkalmad nyílt mérkőzést vezetni? Igen, kaptunk már jócskán országos küldést, nagy örömünkre. Még most inkább utánpótlás mérkőzések. Egyetlen egy MB2-es női mérkőzés szerepelt a küldések között, Kazincbarcikán. Itt az elején még, akik új párosként szerepelnek, ott a szezon elején felmérik a csapatok erőviszonyait, és az alapján állítják össze, a rutinosabbakat küldik a nagyobb rangadókra, minket pedig a tanulófázisban még egy-egy ilyen női mérkőzésre osztanak be. Viszont nagyon megszerettem a játékvezetés alatt a kihívásokat, úgyhogy egy gyerekbajnokság után sokkal nagyobb élvezettel vágok neki egy akár erősebb, vagy komolyabb és döntetlen szagú végkimenetelű mérkőzésekbe. Sok sikert kívánunk akkor ezen a téren is neked, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, várunk vissza legközelebb is jó-jó eredményekkel a stúdióba. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, Farkasok című kézilabda magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk majd, akkor a most vasárnapi Hedo B. Braun Gyöngyös Balatonfüredi KSE mérkőzést is kivesézzük majd, remélhetőleg egy gyöngyösi győzelem után. Vasárnap tehát 18 órától lépnek pályára a Farkasok a Városi Sportcsarnokban. Aki tudja, buzdítsa őket, egy hét múlva pedig várjuk vissza önöket a képernyők elé. Addig is minden jót, a viszontlátásra!